Úgy tűnik, az araknál tényleg remek munkát végeznek napról napra. A Magyar Atlétikai Szövetség az Arak aktív mintájára régiós utánpótlás versenysorozatot hív életre 2012. szeptemberétől. Ennek előfutáraként terematlétikai tesztversenyt rendeztek a hétvégén Székesfehérváron, zömével az Arak aktívon is látható feladatokból. Egy kicsit későn, de azért a Magyar Atlétikai Szövetség is felismerte azt, hogy számunkra nagyon fontos a 12 évesnél és fiatalabbakból álló korosztály, mert egyébként a többi sportág is már megcélozta ezeket, és egy versenyrendszert indít el ősztől, és ennek a versenyrendszernek az egyik formája a terematlétika, és ennek a tesztversenye ez, amit itt most láttok. Ez egyébként nem véletlenül került ide hozzánk, ugye a mi régiónk Veszprém, Komárom és Fejér megye. Köztudott ugye, hogy az Arak aktívval mi a terematlétikát ezt nagyon magas színvonalon csináljuk. Gyakorlatilag ezek a terematlétikai versenyek annak egy kicsit módosított formája. Három városból, Tatabányáról, Veszprémből és Székesfehérvárról érkezett a mintegy 140 kisdiák, hogy megmutassa a különböző feladatokban ki mit tud. Érdekes versenyszámokat állítottak össze a Magyar Atlétikai Szövetségbe, hiszen minden atlétikán belüli versenyszámból megtalálható benne mozgásanyag, úgyhogy remélem, hogy nagyon élvezik majd a gyerekek ezeket a versenyeket. A két korosztályban rendezett küzdelmekben az U11-eseknél a tatabányaiak mögé két fehérvári iskola, az Arak égisze alatt induló Kossuth és Németh László iskola állhatott fel a dobogóra. A nagyobbaknál, vagyis az U13-asoknál Tatabánya, Arak, Vedat sorrend alakult ki. Legközelebb pedig mezéi futásban mérhetik össze tudásukat az ifjú atléta palánták.